Adoriani Márta 1989. januárjában települt át Magyarországra Csíkszeredából. Nem sokkal később Bátaszéken kapott állást a polgármesteri hivatalban. 26 esztendőn keresztül szolgálta a város ügyeit. Bátaszék nekem az első és egyetlen munkahelyem itt Magyarországon, ahol 26 évet dolgoztam egyfolytában, egész a nyugdíjba vonulásomig. Akkor Bátaszék ugye egy nagy község volt, és tulajdonképpen a építésszemmel nézve inkább a községi arculatát mutatta, mint sem a városias arculatát, hisz ugye a főutcán két oldalt mély vízelvezető árkok, az autóbusz a templom előtt forgolódott, hát az utcáknak körülbelül egyharmadának volt szilárd burkolata, szennyvíz körülbelül az is olyan egyharmadában az utcáknak volt. Tehát nagyon-nagyon sok minden volt, ami fejlesztésre, szépítésre, átépítésre szorult. Bekerültem az építési és városüzemeltetési irodába, azonnak tulajdonképpen egyrészt hatósági jogköre volt, ugye építéshatóságként is működött, építési engedélyeket adott ki 6-5 településre kiterjedően, másrészt pedig a település fejlesztéssel, üzemeltetése kapcsolatos feladatok végzésébe is részt vállalt. Tehát természetszerűen nem egyedül voltam, mert egy kis kollektíva és közösen csináltuk eleinte, többnyire az engedélyezési része foglalkoztam, az előző munkámból adódóan is közelebb állt hozzám. Tehát úgy lassan rákényszerült az ember, hogy mindennel foglalkozzon. Hát tulajdonképpen az, amit a városüzemeltetés, városfejlesztés témakörben csináltam, az is egyfajta tervezés volt, kapcsolódott ahhoz a munkámhoz. Természetszerűen jöttünk ötletekkel is, és az ember, ha ott él, hallja az embereknek is az ilyen-olyan panaszait, hogy ez nincs, az nincs, ezt kéne megcsinálni, azt kéne megcsinálni. Hát minden évben, mikor készültek a következő évre a költségvetések, akkor az irodánk elő kellett készítsen egy anyagot, amivel hogy mit javasol, hogy készüljön, tehát útépítésbe, járdaépítésbe, épületek felújításába, azokat ugye beárazva, és abból aztán született a döntés, hogy mi az, ami belefér a költségvetésbe, mi az, ami nem, és jöttek a pályázatok is sorba, az önkormányzat megpályáztatott, és ennek alapján is rengeteg fejlesztés valósulhatott meg. 1993 és 94-ben készült az a pályázati anyag, melynek eredményeként Bátaszék elnyerhette a városi címet. Ennek előkészítésében Adoriani Márta jelentős szerepet vállalt. Abban elég sok munkát fektettem, és jelentős mértékben részt vettem annak a pályázatnak a megírásába, de hát itt is el kell mondjam, ugye anyagot kell gyűjteni, nagyon sok mindenki segített, tehát nem egyedül az én érdemem az a pályázat, hanem. De jó volt arra is, hogy még jobban megismerhettem a várost, mert ugye ennek a pályázatnak, ahogy témakörönként tárgyalódott benne a város állapota fejlődése, vissza lehetett menni egész a régmúltig, kezdve addig, hogy Bátaszék valamikor mezőváros volt, hogy közlekedési csomópont, ez milyen fejlődési dolgokat hozott, tehát minden fejezetnek volt egy történeti része, hogy honnan fejlődött, hová és miért indokolt, hogy megkapja a városi rangot. Bátaszék a második otthonom, mondja. Ha valaki ennyi ideig él egy közösségben, óhatatlanul részesévé válik mindennapjainak. Erdély az egyértelmű, hogy az otthonom. Ugye ott születtem, ott jártam iskolába, ott éltem 39 évig, 39 évesek voltunk a férjemmel, mikor áttelepültünk, tehát az otthonom is, ez mindig is az maradt. De a második otthonom az Bátaszék, valahol Szekszárd a lakók. Most kezdtem azóta, mióta nyugdíjba mentem, és ugye többnyire Szekszárdon vagyok, azóta kezdem egy kicsit Szekszárdot is magaménak érezni, de addig számomra Szekszárdra hazajöttem, itt volt egy lakásom, itt volt a családom, de otthon én Bátaszéken voltam. Bátaszéken mai szennapig, ha végigmegyek, szinte nincs olyan utca, ahol valami ne történt volna az alatt a 26 év alatt, amiért kötődöm ahhoz az utcához, mert vagy épült egy
út, vagy egy járda, vagy mit tudom, a szomszédok összeveztek, és helyszínelni kellett, és megpróbálni kibékíteni, vagy megoldani azt a problémát, ami a panasz tárgya volt, tehát, vagy új épület épült, ott építkezés során járt ki az ember engedélyezés során, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem Vált a széket a mai szent napig, és magaménak érzem, mert hát beújom a szememet, és le tudom az utca hálózatát rajzolni. Nagy meglepetés, és nagyon nagy öröm és megtiszteltetés volt számomra, amikor a polgármester úr megkeresett, hogy arra gondoltak, hogy megkapom a Próbe Bát a szék címet, illetve díjat. Nem számítottam igazából rá, de nagyon-nagyon jól eső érzés volt az, hogy 5 év után is még úgy gondolják, hogy én az, amit azért a városért tettem, vagy amit én ott munkám során elvégeztem, hogy azért megérdemlem ezt a díjat.